A kórház egyik étkező termébe surrant be a férfi tavaly december 24-én, a teremben az ott dolgozók elzáratlanul lerakott táskáiban kezdett kutatni, összesen négyet nézett át, mindegyikben talált pénztárcát, amiket azonnal a ruhája alá rejtett. A dolgozók táskáiból magához vette az ott tárolt pénztárcáikat, abból a benne lévő készpénzt magához vette, a pénztárcákat pedig elrejtette részben a műtőblokk felújítás alatt álló mennyezetében, részben pedig a műtőblokkban található egyik WC tartájában. Mutatjuk a rendőrségi fotókon, miket vitt el a tolvaj. Ezen a képen látszik, hogy az iratokat a tárcákban hagyta, csak a pénzt vette ki belőlük. Ezen a fotón pedig az a 32 ezer forint látható, amit a rendőrök foglaltak le tőle. De korábban még több hasonló bűncselekményt is elkövetett. Volt, hogy decsi házakba és az udvaraikba lopódzott be, pénzt és értéktárgyakat is vitt magával. A férfi tetteiért most halmazati büntetésként 1,5 év letöltendő börtönbüntetést kapott. Az ítélet jogerős, ezért a kórházi dolgozóktól lopott olvajnak hamarosan mindenképpen rácsok mögé kell vonulnia.